Az állatvédők azt mondják, a munkanélküliségtől leginkább sújtott területeken lett megélhetési forrás a kutyagyártás. Nem túlzás a kutyagyártás kifejezés, mert nem lehet tenyésztőnek hívni azokat, akik minden erkölcsi és állategészségügyi normát megszegve árucikként szaporítják a kutyákat csak azért, hogy minél több pénzt keressenek az európai fekete piacon. Édes kiskutyák egy kocsi ülésén. Ugyan kicsit szűk a ketret, de a kölykök boldognak tűnnek. Aztán jön a nagy utazás nyugatra, és sokan így végzik. Majdnem 200 kiskutya volt abban az illegális szállítmányban, amely február 6-án bukott le Torinóban. A fogás nem véletlenül volt ekkora. Az olasz rendőrök több mint egy éve nyomoznak a kutyacsempészek után, és még közel sem értek a végére. Nyomozójuk ezért azt kéri, arcát és nevét tartsuk titokban. Egy több mint egy éve folyó nagyszabású nyomozás eredménye, hogy lebuktattunk 27 kutyacsempészt. Egyelőre nem árulhatok el többet, mint hogy mind a 27-en olaszok. Azt azonban még nem tudjuk, hogy ők utaztak-e Magyarországra, illetve más kelet-európai országba felvásárolni a kölyköket, vagy helyi beszerzőkkel dolgoztak-e. A kutyusok ugyanis valószínűleg Magyarországról származtak. Egy átlagos magyar kisváros hétvégi piacán járunk. A kutyaárus mai felhozatala 4 nagy és 4 kisebb kutya, na meg 6 kölyök. Ez utóbbiak hörcsökketrecbe és madárkalitkába tuszkolva. 14 kutya 60 kilométert utazott ebbe az autóba zsúfolva. Egy kis labrador, meg német juhász keverék, nem tiszta. A labradornak tűnő kölyökről a férfi bevallja, keverék. Testvérei tegnap adta el. Bár mondjuk, hogy nincs nálunk rendes szállítódoboz, próbál minket rávenni, hogy ezt az utolsót vigyük már el. 6000 forintot kér érte. Ez állatkínzás abszolút. Szilágyi Istvánnal a piacon felvett képeket nézzük. A Fehér Kereszt Állatvédő Liga munkatársa 20 éve dolgozik terepen, úgyhogy látott már cifrábbat is. De azt mondja, ezek a körülmények is bőven kimerítik az állatkínzás fogalmát. Szerintem ez egy szaporító, vagy olyan kutyapecér, aki begyűjti a kóbor ebeket, és ebből próbál pénzt csinálni. És magák a kutyák onnan vannak, ilyennek foglalkozik? Ja. És bár ez a férfi nem tűnik milliómosnak, az illegális kutyaexport hatalmas biznisz. Az itt pár ezer forintért kapható kölyköket néhány száz kilométerrel arrébb jókora felárral el lehet adni. Ma ugyanis túlzás nélkül állíthatjuk, hogy mi vagyunk Nyugat-Európa kutyaellátói. A külföldön sokkal szigorúbb állatvédelmi szabályok miatt ott ugyanis egyszerűen nem születik annyi kutya, mint amennyire kereslet van. A piaci részt a magyarok próbálják betömni, márpedig piac az van. Csak Olaszországban körülbelül évi 3 millió euró, azaz olyan 750 millió forintos forgalmat bonyolít a kutyakereskedelem. Ennek egy része legális, amikor szigorú állatvédelmi és egészségügyi követelményeket betartva, és persze érvényes egészségügyi és fajta tisztaságot igazoló papírokkal viszik ki a kölyköket. De a profit a fekete kereskedelemben természetesen jóval nagyobb. Ja, most egy pulinak elmegy. Puminak? Puli. De pulinak. A puminak tűnő kiskutya néhány ezer forintért elvihető, hogy aztán Olaszországban akár 6-700 eurót is fizessen érte egy gyanútlan olasz vevő. De az éppen divatos fajtákon még nagyobb is lehet a profit. És amelyik fajta divatba jön, arra azonnal ráállnak a kutyagyárosok. A szaporító az kontrollálatlanul anyakutyát a kölykeivel párosztatja, ő a mennyiségre törekszik, nem törekszik arra, hogy kiszűrje a betegegyedeket a szaporításból vagy tenyésztésből. A tenyésztő az nyomon követi az egyedeknek a sorsát, tehát az eladott kutyáknak a sorsát, igyekszik a megfelelő vérvonalú kutyákat párosztatni, és jó gazdához juttatni, hát azért ezt vélelmezzük. A szaporítónak teljesen mindegy, ő profitorientált ember. Egy szaporító gyárral szemben így néz ki egy igazi tenyészet. Zsúfolt kennelek helyett szabadon szaladgáló boldog kutyák. Lévai Piroska az ország egyetlen hivatalos pumi tenyésztője, mégis szinte alig keres a kutyákon. Velünk együtt élnek, kirándulnak, sétálnak, vadásznak, tehát úsznak, tehát tényleg családtaként van tartva, és ez a cél. Nyugat-Európában ez van, Észak-Európában ez van, de nem kell messzi menni, Szlovéniában is. Ehhez képest egy szaporító telepen a kutyák ott nyulaként vannak tartva. In der Touristenplatz Beach, und
Az utóbbi években több külföldi tévé is foglalkozott a magyar kutyagyárakkal. Néhány éve a holland közszolgálati csatornán ment le egy nagy felháborodást keltő riport a pécsi vásárról. A hetekben pedig a spanyol tévé munkatársai buktattak le egy jászfényszarúi szaporítót. Most pedig itt az itáliai balhé. Az olasz rendőrség szerint a kutyacsempészek több száz embert károsítottak meg azzal, hogy fajtatisztának adtak el keverékkutyákat. De még súlyosabban vétkeztek a törvény ellen azzal, ahogy a kiskutyákat szállították. Sokan közülük nem is élték túl a több száz kilométeres utat. Az elsődleges vád ellenük az állatkínzás, hiszen az olasz törvények szerint mindenki büntethető, aki akár csak közvetve is hozzájárul állatok kínzásához, és minden az állatoknak feleslegesen fájdalmat okozó tevékenység annak számít. A másodlagos vád csalás, hiszen ezek az állatok nem azok, amiknek eladták őket. Harmadrendben pedig bűnszervezetben való részvétel a vád ellenük, hiszen mind a kínzást, mind a csalást csoportosan követték el. Olaszországban 15 hetesnél fiatalabb kutyát be sem szabadna vinni. A szabályozás nem véletlenül ilyen szigorú. Ennyi idő kell ugyanis ahhoz, hogy az első megkapható védőoltás immunitást adjon a kölyköknek. De a kutyacsempészek nem várják ezt ki. Oltás nélkül ideje korán leválasztott kölyköket zsúfolnak be kamionokba, ahol aztán sokan agyonnyomják egymást vagy megfulladnak. De a túlélőkre se vár fényes jövő. A kicsik sem fizikailag, sem lelkileg nem készek a tortúrára, és a kölyökkori sok után kicsi az esély, hogy egészséges és boldog társai legyenek majdani gazdájuknak. Nem tudjuk, hogy mi az előéletük, tehát az anyuktól hogyan választották el őket. Tehát ezek itt abszolút stresszes állatok, hiszen ezekkel piacol ez az ember. Későbbiekben ennek vannak problémái, hogy a gazdája ellen fordul, de itt igazából a komolyabb genetikai betegségek is nagyon súlyosak, tehát a diszplázia, a buldog harapás, puha szájpadlás, ezek öröklődő betegségek. Egy rendes kutyatenyésztő minden örökletes betegséget kiszűr, de a beteg egyedek szaporítását ma már a törvény is bünteti. A fajták össze-vissza keveredése is problémás. Évekkel később egy olyan kutya, amelyről azt hisszük, hogy lakásban tartható házi kedvenc, közben valamiféle keveredés következtében van benne elnézést egy harci kutya vér, és nem megfelelően bántunk az állattal, akkor az kiüthet, és akár halálos tragédiákhoz is vezethet. Pontos, hatékony és rámenős hatósági munka. Cserny Róbert szerint ez hiányzik az ipari méretű illegális kutyabiznisz felszámolásához. A jogász végzettségű állatvédő szerint el kellene néhány törvénymódosítás, de a hatóságok még a meglévő jó jogszabályokat sem tartatják be. Ha ezt a kutyát szépen megnyírjuk, megfüröztjük, egyébként nem hagyja, hogy kutyakozmetikusok hozzáérjenek, és kiállítunk egy kiskönyvet egy magánállatorvos segítségével, hogy ez egy fajtatiszta pumi, de nem rendelünk hozzá származási igazolást, törzskönyvet, kivisszük valamely olyan Európai Uniós tagállamba, ahol tudjuk, hogy egyébként laza a hatósági állatorvosi állattenyésztői ellenőrzés, akkor ezt a kutyát eladhatjuk pumiként. Olaszországban menhely viziten még nem voltam. Az állatvédelmi főfelügyelő azt mondja, ők csak a legális szállítmányokat tudják ellenőrizni, de nem tudnak minden egyes kutya és gazda mellé felügyelőt állítani. Az a tapasztalat, hogy az ezt az illegális tevékenységet végzők nagyon jól ismerik az ellenőrző hatóságnak a megjelenését adott körzetekbe, és ők ezt ki tudják játszani, tehát Magyarországról elég hamar kikerülnek az állatok. Persze a legkönnyebb az lenne, ha az illegális szállítmányokat még az induláskor le tudnák fülelni. Ezt azonban nehezíti, hogy a nagy és feltűnő szaporító telepek helyett mostanában a bérkutyáztatás dívik. Régen az emberek háztáisztak, utána biogenisztáztak, és akkor most kutyáznak, ezt így hívják vidéken, akkor a disznóban kutyákat szaporítunk, és a mennyiségre törekszünk. A szaporítók ilyen úgynevezett felestartási szerződésekkel adják bérbe a szukákat házakhoz, majd néhány hónap múlva begyűjtik a kölyköket. Így az is előfordulhat, hogy egy szállítmányi kölyök akár 10-20 házból kerül elő. Hogy aztán a nyitott határok miatt meg se álljanak Olaszországig, mert amíg ott lesz kereslet rájuk, addig minden bizonnyal lesz kínálat is.